A Magyar Költészet napját idén is Lilafüreden József Attila Óda című versének születésehelyén ünnepelte a város. A palotaszálló lábánál versekkel, zenével és a megemlékezés virágaival tisztelektek a résztvevők. 1964 óta április 11-én a Magyar Költészet napján, József Attila születésnapját, a klasszikus és kortárs magyar költőket és költeményeket, ezzel együtt pedig a magyar nyelv szépségét is ünnepeljük. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél, és a törékeny dombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak. Az első író találkozón 1933-ban vetette papírra ezeket a sorokat József Attila. Itt Lilafüreden egy csillámló sziklafalon született meg az egyik legszebb magyar szerelmes költemény, az Óda. Idén a Költészet napján a vers születését őrző márványtábla mellett olvasta fel József Attila versét Jacsó Pál költő. Az Óda valahol arról ad hírt nekünk, hogy a másik hiányának az elbeszélhetősége, leírása, a másik érzékletes megjelenítése csak a természet iktatásával, hozzáadásával történhet, alakulva. Hogy a másik hiánya az emlékezésnek, a felidézésnek gesztusában. A vers hangulata csendes, idilli, nyugodt, magasztos, érzelmi tárgyú és lelkesül. Mizer Attila, író, költő, irodalomtörténész elemezte a 90 évvel ezelőtt írt József Attila verset. Említette címszavakban a költemény keletkezésének körülményeit, az érzelmek és a táj kapcsolatát. A Magyar Költészet napján anyanyelvünk, a magyar kultúra és a magyar nyelv szépségeiről, csodálatos jelképeiről, mellérendelő szerkezeteiről, rendkívüli kifejezőkészségéről, és kiemelten a magyar nyelv egységéről is meg kell emlékeznünk, hisz az Őrvidék magyarjai nagyon jól megértik 1000 kilométeres távolságban a moldvai csángók nyelvét, és a halotti beszéd sem rejtvény a 21. század magyarjai számára. Posgai Péter köszöntőjében azt mondta, ez Európa más vidékein egyáltalán nem általános, a magyar nyelv egyedülálló örökség. A hivatal vezetője említést tett Márai Sándor író költőről is, akinek szintén ezen a napon van a születésnapja. Az ünnepi beszédek és versek után a Miskolci Kulturális Élet képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit az Óda emléktáblájánál, majd a költészet teraszára sétáltak át, ahol zenével és versekkel köszöntötték a Költészet napját.